Lehet-e újat mondani Karádi Katalinról? Már életében szerették volna megfejteni, hiszen a filmsztár életét, félbetört karrierjét rengeteg titok övezte. Most, negyed századdal a színésznő halála után, jó részt az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézet forrásai alapján rekonstruálták az életrajzát. A Ne kérdezd, ki voltam című gazdagon illusztrált kötet nélkülözi a bulváros oknyomozó és elméleti fejtegetéseket. Csupán a rendelkezésre álló ismeretanyagot összegzi. Így is izgalmas és rengeteg tanulsággal szolgáló történet bontakozik ki előttünk. Szép míves kiadvány, a kiadó nevéhez méltón tartalmas és igényes. Elsősorban a titok érdekel, tehát az életműveket úgy nem szeretnék kiadni újra, mint ahogy rengeteg kiadó kiadta már ezerszer, abban nincs se piac nincs benne, se kihívás. Ellenben az időszak az van annyira érdekes, egyébként a sok politikai meg kulturális változás következtében, hogy tele van kiadatlan kincses anyagokkal. A kötet borítóján Karádi Katalin Izabella szerepében látható. A felvételt Rozgonyi Dezső készítette 1943-ban. Akkor már valóságos díva volt, igazi mozi csillag. Kritikusok és rajongók is úgy vélték, hogy nem született ilyen drámai tehetség Bajor Gizi óta. Bajor Gizit egyébként elbűvölte, ezt mondta róla. Az a fajtájú női típus, amely még magyar színpadon nem volt eddig. Titokzatos és rejtélyes. A Karádi értéke, vagy tehát, művészeti értéke tulajdonképpen az a hitvallása, hogy ő hozzáállt, vagy ezt a műfajt, ezt az egész úgymond könnyű zenei táncdaléneklést képviselte. Talán ezt az egyik visszaemlékező adta meg nekem, vagy adta vissza legjobban, hogy amikor kiállt a színpadra, a Városi Színházban, ami most az Erkel Színház, a sebesült honvédek számára adott koncerten, ugye az egy hatalmas nézőtérre rendelkező színház, hogy a 100-valahanyadik sorban is, tehát a sérült sánta katonák szinte felpattantak a Karádi szám elhangzása után, és hát tényleg véresre tapsolták a tenyerüket, mert tehát olyan energiákkal dolgozott, hogy az nem lehet elmondani. Holnapra jön a másik. 1939 és 1948 között 24 film, ebből 20 nagyjátékfilm főszerepét játszotta el. Főleg férfi szíveket megdobogtató női karaktereket. Az első számú színésznő lett, Karádi stílus teremtett, a férfiak szemében szexszimbólum volt, a nők számára divatikon lett. Mindenki rá akart hasonlítani. Karádi Katalin legendás személyiségének fényében most arra is büszke vagyok, hogy nem születtem szopránnak. Nem adta fel önmagát és az egyéniségét ennyire következetesen vállalva és megőrizve egy életutat vitt el, és, vagy vitt végig, és ahogy itt el is hangzott, hogy Karádit nem láttuk megöregedni. Mindig az a perc, a legszebb perc, mit meg nem ad az élet, az a legszebb csók, mit el nem csókolunk. Karádi pályafutása 1945 után gyökeres fordulatot vett. A filmesek megfeledkeztek róla. Utolsó szerepeit a Betlehemi királyok és a Forró mezők című filmekben kapta, de egyébként vidéken lépett fel, revükben, éjszakai mulatokban láthatta a közönség. Egyetlen lehetősége maradt, a menekülés. 1951. február 19-én távozott Magyarországról. Karádi is azért 51-ben ment el, mert akkor ért odáig a történet, hogy őt is elkezdték elővenni. De hát egyébként a Horthy korszak bukása pillanatában a kommunisták úgy vették elő Karádit, hogy elvitték az Andrássy 60-ban, kivallatták, szanaszét verték, az összes fogát kiütötték vallatás közben. Tehát ő megszenvedte egyébként
azt a vélhetően új hatalmat, ugye, amitől jogosan kezdett el félni már 45-ben, már úgy értem, még a háború vége előtt. Az a szörnyebb az egészben egyébként, hogy a magyar emigrációs kultúra ezért ilyen borzalmasan, idézőjelbe véve, borzalmasan gazdag, mert ugye ez történt a háború után. Tehát ugye az egyik totális izmust követte egy másik totális izmus, és ugye ahogy egymást negligálták, abban a történetben a teljes szellemi elit, a könyvek, a kultúra, a zene, a lemezek, a színházak világa, az egész, amit ugye közművelődésnek hívunk, azt tulajdonképpen 45-ben végérvényesen összeomlott. Karádi életében soha nem tért haza Magyarország. 1990. február 7-én New Yorkban halt meg. Pontosan 39 évvel a távozása után Budapesten a Bazilikában ravatalozták fel, és a Farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. Semmi vélet, amit soha többé.